Az autók nyári felkészítése legalább olyan fontos, mint a téli, állítják a szakemberek. A nyári időszakban jóval nagyobb Magyarországon a gépkocsi forgalom, és ezzel arányosan a közúti balesetek száma is növekszik, pedig a kellemetlenségek nagy része elkerülhető lenne az autó megfelelő átvizsgálásával és egy kis odafigyeléssel. Hirtelen érhetnek minket olyan körülmények, amelyekre nem vagy nem megfelelő módon reagálunk. Egy nyári esős napot szimuláltak a Magyar Autóklub tampájáján, bemutatva azt, milyen könnyen el lehet veszíteni az uralmat az autó felett, ha megváltoznak a körülmények. A rendőrség vezetés technikai szakembere szerint a nyári felkészülés a gumiknál kezdődik. 5 éves abroncs is tud nagyon jó minőségű, megfelelő minőségű lenni, ugyanakkor nagyon kell figyelni arra, hogyha már használtuk az abroncsot, akkor azon ne legyen sérülés, főleg itt a szálszakadásokra, különböző kitöremkedésekre gondolok, a mintázat ne legyen kiszakadva, a mintázat mélysége egyenletes legyen és megfelelő mélység, megfeleljen a műszaki elvárásoknak. Ugyanakkor nem csak a vizes vagy extrém körülmények között jelenthet veszélyt a felkészületlenség. Egy új abroncsal megállunk mondjuk egy 35-40 méteres távolságon belül, kopott abroncsal vizes út felületen, ez akár közel a duplája is lehet. Autópályatempónál pedig ez a távolság ez még nagyobb lehet, hát ebből kifolyólag ugye nagyobb féktávolság, nagyobb követési távolságot kellene tartani, és hát a biztonság is jelentős csorbát szenved azáltal, hogy sokkal hosszabb úton áll meg az autón. A rendőrök egy közúti ellenőrzéskor a gumikat is ellenőrizhetik, és akinek az abroncsa nem megfelelő minőségű, attól megtagadhatják a továbbhaladást. És ilyenkor bizony megnövekszik az olyan jellegű baleseteknek a száma, amely autópályán történik, főútvonalon történik, amely nem feltétlenül kell, hogy súlyos sérüléssel járjon, vagy netán halálos kimenetlenül legyen, azonban épp elég bosszúságot okoz nem csak azoknak, akik szenvedői vagy részesei a balesetnek, hanem a közlekedés többi részvevőinek is. A szakemberek szerint, mivel mindenkinek fontos a nyugodt nyaralás, ezért érdemes az autók felkészítésére is odafigyelni, mielőtt útnak indulnak.